vezetés új megvilágításban. Több évtizedes tapasztalat, gazdag referencia, kivételes géppark, akár extrém bontásokhoz is. Bontás az építés szolgálatában. Landbau Kft. Számos autófényező üzemben az Industriplan Kft. Készítette a fényezőműhelyt. Többek között a Schiller Opel, a Duna Auto Zrt., valamint a repülőgép alkatrészek felületkezelésével foglalkozó Aeroplex Közép-Európai Kft. A Dino Sporthíradó szakmai partnere, a Magyar Taekwondo Szövetség támogatója, a KVON. Sportosat. Híradónk vendége Szuhai Péter, a Gyulafarm ifjúsági ákeret válogatott díjugratója. Szervusz, üdvözöllek! Jó napot kívánok! Ugye szokták mondani, hogy a magyar nemzet lovas nemzet, és hogy nagyon jók vagyunk utánpótlásban, és ugye szokták mondani, hogy itt van ifjabb Lázár Zoltán is, aki már ott van a spiccen, de hát nem csak ő van, hanem vannak még jó páram. Ugye ifjúsági ákeret tag vagy, akár csak a Lázár Zoli, az ifjabbik. Ennek ellenére most például a 28. Mesterek tornája nemzetközi lovas versenydíjugrató nagydíj döntőjében ugye a második helyen végeztél 15 éves korod ellenére. És egyes szakemberek szerint azt mondták, hogy ez nem is olyan nagy meglepetés. Tehát annyira jónak tartanak, mint téged, mint a lóállomány, mind a lovadat, hogy igazából azt akarom, ez nem is egy nagy meglepetés, 15 évesen. Ugye már tavaly indultam ugyanebben a versenyszámban, és a negyedik helyezést értem el. Most szerettem volna megnyerni. Nagyon jó formában vannak a lovaim, meg akikkel indultam, Turbo Breaker, ő is nagyon jó formában volt. Az első nap harmadik lettem, és végig nagyon jól ment. És utolsó nap egy másodperccel lemaradtam a dobogó felső fokára. Igen, mert ugye hatan jutottatok be az összevetésre. Igen. És nem hibáztál az összevetésben sem, csak hát nem, idővel. Három hibátlan volt, ugye? Igen. És ötödik indulónak indultam az összevetésbe, és az utolsó induló az nyerte meg a versenyt. Tehát mikor befejezted, akkor te álltál még az első helyen. Igen. Csalódott voltál, hogy végül is hát idővel kaptál? Igen, egy kicsit bosszantott, ugye, hogy nem nyertem meg a versenyt, de örültem neki, mert tényleg nagyon jól ment a lovam, és büszke voltam rá. Péter, ez most mit jelent? Tulajdonképpen akkor te most ifjúsági ákeretben akarsz mi masszimot lenni, vagy már a felnőttek felé is kacsingatsz, vagy még azért azt mondod, hogy még azért kicsit magasan van az a léc. Hát, hová teszed magad? Ugye a nemzetközi versenyeken, azon a külföldi versenyeken az ifjúsági kategóriába fogok indulni, és ott is akarok majd jól szerepelni, meg csapatban is még az ifjúsági kategóriába fogok indulni. De ott legalább akkor, ott mindig úgy indulsz, nem, hogy az első háromba számolnak veled. Igen, ott szeretnék szerepelni az első három közt. Mindig, minden versenyre úgy megyek, hogy meg szeretném nyerni, ugye? De mi érdekes, annak ellenére, az itthon azért a felnőttek között ott vagy. Igen. Hogy fogadnak? Mert itthon ugye 140 cm a felnőtt Igen. kategória, most itt a mesteri tornán is 140 cm volt, és külföldi versenyeken az ifjúsági kategória, az is ilyen 135 cm és 140 között. Aha. Jó, de hát akkor neked az nem okoz már gondot, problémát. Nem. Azért szeretnék minél ilyen nagyobb számokban menni és ott lenni, mert ugye az Európa Bajnokság, amit idén Írországban fognak megrendezni. Ez az ifjúsági? Európa Bajnokság, ahol fogok majd indulni, vagyis szeretnék ott lenni, az is ilyen 140 cm körül lesz.
Akkor megint lesz ilyen válogató? Mert mondta, hogy szeretnél indulni, tehát lesznek válogatók még, hogy majd kik indulhatnak? Vagy? Ja, persze, ezt még a csapatkapitánnyal kell majd egyeztetni, ugye? Hogy ki fognak kimenni, melyik csapat, vagy melyik nemzetből is ki fognak. Te és a nagyobb, az igazi felnőtt lovasok hogy fogadják ezeket a fiatal suhancokat ott maguk között? Mi több még le is ugrod őket, stílszerűen mondva, hogy 15 évesen? Hát igen, szerintem örülnek nekem, meg gratulálnak is ugyanúgy, és én is örülök nekik, hogy ott tudok közöttük versenyezni, ugye ez nekem megadatott, hogy ott tudjak közöttük lenni. Akkor ez azt jelenti, hogy ha majd felnőtt lesz, eléred azt akkor, akkor addigra már ezt a felnőtt mezőnyt is ki tud nőni, és akkor már nemzetközi szinteken is ott tudsz lenni a legjobbak között? Hát igen, az lenne a cél, hogy minél nagyobb számban szerepeljek, és ott tudjak lenni, ugye? A legjobbak között szeretnék. Nagyon keveset tudnak rólad, pedig hát ugye eredményes vagy. Lehet, hogy ennek az egyik oka az, hogy te nagyon messze, viszonylag ugye Budapesttől messze, Sajó-Szentpéteren élsz, ugye ott van a Gyulafarm, és ugye ott lovagolsz, egy kicsit messze vagy a tűztől? Igen, hát itt a Gyulafarmon, ugye a Sajó-Szentpéteren ez az egy lovarda megy, hetente minden nap lovagolok, naponta 4-5 lovat, hetente 2-3-szor ugróedzés, és a felkészítésemben segít az edzőm Hevesi Barnabás, és az unokabátyám Szuhai Gyula, aki a magyar válogatott tagja. A lovak azok gondolom nem saját tenyésztésű lovak, amiken versenyez, hanem kintről veszitek. Igen, a nagybátyámtól szoktuk vásárolni őket. Többnyire holsteini lovak, ugye Németországból hozzák őket. De a lovat azt elég jó választottátok ki most is. Ez jó érzék, vagy ezt te döntöd el? Ki szokta megmondani, hogy na, neked ez a ló való? Hát ugye könnyű dolgom van, mert a nagybátyám üzemeli ezt a sportistálót, ahonnan szoktuk vásárolni a lovakat. Ő is szokott segíteni, ugye, az edzőm is, Hevesi Barnabás, és apukám is szokott még ebben. Téged meg se hallgatnak? De engem is megszoktak, ugye ki szoktam próbálni a lovakat, és a stimmel nekem, meg jól össze vagyunk, vagy jól tudjuk. Hogy kell viselkedni annak a lónak alattad, amelyikre azt mondd, hogy ez stimmel nekem, hogy előbb fogalmaztál? Hát ugye fel kell venni a csizmát, ugye. Akkor ez egy belovagolt lovak akkor mindegyik, ugye? Belovagolt, igen, mindegy belovagolt lovak. Fiatal lovaim nincsenek is, mind ilyen 10-11 éves körül. És akkor hogy van, akkor ráülsz, megnézed, hogy akkor a csizmára hogy reagál, ugye? Igen. És még miket szoktál megnézni? Ugrani szoktunk velük, ugye? Először ugrunk. Miből érzed azt, hogy neked jó ez a ló? Mert sok ló ugye be van lovagolva, a csizmára automatikusan veszi a jelt, ugye? Igen. És mégis miből tudod leszűrni azt, hogy mégis neked ez a ló jobb, mint a másik? Ugye jobban van idomítva is, jobban van lovagolva, könnyebben ugrik el, mondjuk könnyebben ugrik, és... Úgy érzésre, úgy szoktad? Úgy szoktam, hogy minél jobban, amely stimmel hozzám, amelyekhez könnyebben tudok vele ugratni esetleg. Ez a ló, ezzel fogsz majd menni? Kivívni, illetve és akkor menni az Európa bajnokságra, amelyeken most itt a mesterek tornáján második lettél, nem? Nem, egy másik lovammal szeretnénk majd ott indulni, Lamborghinivel. Az jobb? A Lamborghini az jobb? Az egy, igen, az egy más ló, ugye? Mert aznak jobban be is van lovagolva, meg így nyugodtabb is a pályán, ugye? Akkor neked ugye családi kötelékből kiindulva kötelező volt neked lovasnak lenned? Hát igen, már apukám is díjugrató volt, ugye, és az unokabátyámtól is átvettem ezt a
Dőgrató. Akkor a lovak között nőttél fel, cseperedtél fel, igen, ugye? Úgy. Mondták, vagy te magadtól akartál lóra ülni? Megtetszett nekem ez a lovaglás, mert az unokabátyámmal mindig eljártam ilyen versenyekre, ahol ő szerepelt. Aha. És így tetszett. Meg 11 éves koromra, a születésnapomra szerettem volna kapni egy lovat. Apukám meg is vásárolta nekem az első lovamat, és azóta versenyezek. Azzal versenyeztél is azzal a lóval? Versenyeztem, igen. Megvan még mindig? Már nincsen. Akkor hogy jutott eszedbe mégis az, hiszen ugye lovak között nőttél fel, mindenki lovagolt, hogy lemenjél a borsai bányászba az olimpiai bronzérmes isaszegi Róberthez, és jelentkezzél boxedzésre? Hát ez úgy adódott, hogy Robi ugye közel lakik hozzánk, és annak a testvérünk is, annak a testvérem, és mindig lovaglás előtt ugye még nem lovagoltam, akkor megtetszett ez a box, de a lovaglás miatt felhagytam. De nem teljesen. Nem teljesen, néha hobbiként még szoktam heti kétszer. Ugye Takács Gábor, ha jól tudom, EB bronzérmes egykori ökölvívónk, ugye akkor ő az, aki hetente kétszer megy és edzést tart neked? Igen. De ez nem a lovaglás miatt kell, azért mert neked szükséged van rá, vagy összefügg a kettő? Nem, ugye, csak ezt úgy művelem, mert szeretem ezt a sportot. Szereted, is. Aha. Igen. Akkor nézni is szoktad a tévében a boxot? Nézni is szoktam, igen. Ha díjugrató van, meg boxverseny van, melyiket nézed? Hát inkább a díjugrató verseny, persze. Mert abban értem a nagyobb eredményt is, meg az versenyszerűen, amit csinálom. Így a fiatalok között, ugye, Jármi Vince, Lehotai Máté, Benhárt Virág, és ugye te jó magad, ugye ti alkotjátok az ifjúsági álkeretet. Igen. Milyen a kapcsolat? Mennyire vagytok barátok, mennyire vagytok vetélytársak? Nagyon jó köztünk a kapcsolat. Igazából, mikor elindulunk egy ilyen csapatverseny, mindenki izgul egymásért, hogy mindenki jól szerepeljen. Azt mondják, hogy nagyon régen volt ennyire jó és tehetséges fiatal csapat a magyar díjugrató válogatottnál, mint amilyen most az elmúlt néhány évben. Hát örülünk neki ugye, hogy mi is tagjai vagyunk ennek, hogy a fiatal csapatnak. Te hogy érzed, mi kellene még ahhoz pluszban, hogy kiteljesedjetek majd, mint felnőttként? Minden oké körülted, minden rendben van, ez így jó, vagy mi az, ami még kellene ahhoz, hogy még jobb lehessél? Van-e benned hiányérzet, vagy? Ugye a későbbiekben, majd az ilyen nagyobb számokban, amiben fogunk indulni majd, hogyha fiatal lovasok leszünk, vagy felnőttek, ugye majd a lovakat kell pótolni, utánpótlással, és a lovak. Tehát akkor már csak a lovak hiányoznak majd. Szerintem. Meg egyre fokozzuk is, vagy egyre nagyobb versenyszámokban kell majd mennünk, ugye, és ott gyakorolunk. Akkor most azért vagyunk ilyen jók, mert ehhez még a lóállományunk is még megfelelő, amit mi be tudunk szerezni, mert ugye ezek még viszonylag megfizethető. Igen. Csak később lesz a nagy kérdés, ugye, hogy a felnőttek mezőnyében is ütőképes lovat mennyiért lehet megszerezni. Így van. De hát azért nem minden a lótól függ. Azért a lovas nem, is. Nem, hát a lovastól. Hozzá. Ugye olyan lovas vagyok, amilyen a lovam. És ez sok gyakorlástól is függ, ugye. Sok verseny, sok rutintól. Ezért járok hetente versenyekre. Ugye ilyen hetente, kéthetente járunk versenyekre, sok rutin miatt is. De hát már rengeteg verseny, rengeteg starton már túl vagy, nem? Igen. De még mindig kell? Ez a sok-sok verseny? Persze. Ez ugye, kinek kell, neked vagy a lónak inkább? Ugye nekem is, de a lovaim már elég tapasztaltak, elég sok versenyen voltak már. Ugye tavaly még gyermeklovas voltam, most ifjúsági vagyok, és most egy fokkal feljebb kerültem, és most... Ahhoz képest parádéztál itt a mesterek tornáján.
hogy még csak most lettél elsőes ifjúsági. Igen. Most már csak ezt kell megőrizni, és illetve hát, hogy szépen tovább fejlődni, nem? Így van. Suliba, hová jársz? Meg gondolom, jársz iskolába, vagy? A Sajó-Szentpéteren még általános iskolába járok, 8-os vagyok. Nem, igen? Semmi. Ilyen fiatalon, ilyen jó szerepelni. Nem gondoltatok arra, hogy akkor inkább külföldön, külföldi istállóba kellene? Mert ugye ez a díjuratásban, ez sajnos ez gyakori példa, hogy sok fiatal tehetség kimegy Németországba például. Nem, ugye én itthon elég jól érzem magam, meg itthon vannak a, annak a bátyám, aki még itthon szokott segíteni, aki elég eredményes lovas, ugye? Itthon segítenek, és itthon érzem jól magam, és innen szoktunk kijárni mindig a külföldi versenyt. Tehát, hogyha később majd ugye felnőttek között nemzetközi szinten is ugye indulsz majd, akkor csak ló kell. A hely, az edző, az teljesen jó akkor, ugye? Igen. Teljesen jó a felkészítés. Uh-huh. Akkor már csak legfeljebb majd egy újabb lovakat kell majd venni, amikor arra a szintre jók lesznek, ugye? Igen. Na, nem semmi. És suliba tudják, hogy te mekkora nagy lovas vagy? Persze. El is ismernek, és gratulálni is szoktak menni, és örülnek neki, hogy ilyen jó eredményeket érek el. Osztálytársaidat nem akartad, hogy rábeszélni őket, hogy ők is lovagoljanak? Nem szoktam ilyenekre. Nem? Őket nem érdekli? Úgy különösebben? Tehát nem akarnak, nem jelentkeztek, hogy gyere, Péter, vigyél már ki, hogy ilyen. Nem nagyon szeretik így a lovakat. Nem törődnek vele annyira. Te mennyi időt töltesz a lovakkal? Hát ugye iskola után szoktam mindig menni, kijött a nyárra, de a nagybátyáminknál lovagolni, és 4-5 lovat lovagolok. És ilyen 3-4 óra hosszát naponta. Te többet lennél? Többet lennék, hogyha lehetne, de az iskola is ott van, ugye? Sőt, most ugye felviteliztél? Suri. Már igen. És hová jelentkeztél, ha nem titok? Egy gimnáziumba. Miskolcra. Miskolc. Ott van fél úton. Igen. És összejön? Összejön. Igen, összefog. Na, szuper. Fel is vettek. Na, szuper. Gratulálok. Köszönöm. Hát akkor ez a 2016, ez jól indul számodra. Jó. És ha jól vettem ki szavaidból, akkor most az ifjúsági Európa bajnokság az lenne a fő... Cél. Az lenne a fő cél, igen. Az lenne a kitűzés. Majd sok versenyre fog, amelyik itt felkészít rá, ugye, meg leminősít majd. Jövő héten is fogok menni majd Linzbe. Ott az is majd ilyen leminősített oda az LB-re. Majd ott is ifjúsági kategóriába fogok indulni. És most Linzben is? Akkor most a saját korosztályba fogsz akkor indulni? Igen, az ifjúsági kategóriába. Jó sokan vagytok, ugye? Ahogy láttam, itt is rengeteg induló volt a mesterek tornáján, azért... Rengeteg, igen. Jó sok díjugrató lovas van. Jó. Minél nehezebb nyerni, minél többen van. Igen. És csak a díjugratás érdekel téged. Terepen, vágtázni, lovagolni, vagy díjlovaglás, militári... Nem, ezek nem fogtak meg. Ugye ebből egyből már, amikor elkezdtem lovagolni, én tudtam, hogy díjugratni akarok. Ugratást szerettem volna. És egy olyan esésesebb volt, amikor azt mondtad, hogy inkább nézzünk meg más szakágot? Nem. Még egyszer, nagyon szeretem ezt a sportot, ugye, és a lovakat is szeretem, és ahogy mondtuk, már bele születtem ebbe. És azért hát lehet esni. A lovasport. Szépen, nem? Lehet is, igen, estem már eléggé. Sokat? Sokszor. Uh-huh. Igen. Tehát tudsz esni, ahogy látom. De visszajövök mindig. Nagyobb törés nem volt semmi. De volt már. Volt? Kéztörésem, ugye. De hát ez megesik minden sportban. Hát igen. Előfordul. Szóval akkor most az Európa bajnokságra fókuszálsz, és akkor így választod ki a lovakat, és hogy mikor, melyikkel, hol indulsz akkor? Igen. Rendben 4 darab lovam van, és amelyik jobb formában van, vagy most mind a 4 jó formában van, és azok közül szoktam válogatni, hogy melyiket viszem most a verseny. Sorsolsz? Nem, otthon eldöntöm, hogy most ez a nagyobb versenyszám, ugye oda az erősebbik lovamat viszem, amelyik jobban ugrik.
a kisebb versenyszábra, meg a kisebb. Azért nem semmi, az a térség, ahonnan te jöttél, Borsod megye, Sajós Szentpéter, azért Magyarország egyik legelmaradottabb térsége. És mégis ott is még fel tud nőni, fel tud cseperedni egy ilyen jó díjugrató lovas. Csak hát mondom, az a kérdés, hogy meg tudsz-e majd maradni, illetve töretlen marad-e a fejlődésed, tehát felnőttként is. Igen. Tehát a hit az megvan benned. A... Meg. Tehát én mindig is ezt szeretném művelni, ezt a lovasportot. De nem fogod soha abba hagyni. Nem szeretném. És akkor már csak a lovon múlik majd, ugye, hogy felnőttként, hogy... Igen. Tenyészteni nem akartok? Nem, az még eddig nem volt terve. Hány edzővel készülsz egyébként? Ugye van Hevesi Barnabás, ő az edzőm, a hivatalos edzőm, de még otthon szokott segíteni a felkészítésben az unoka bátyám, Szóhely Gyula. Mit csinálsz a lovagláson kívül? Van valami hobbid? Vagy tudom, boxedzéshez jársz, oké, de utcán gondolom nem verekszel, tehát. Nem, soha nem verekedtem még. Hetente kétszer szoktam még boxolni a lovaglás mellett. Persze, mindenket hétvégén nincs szabad napod semmi, minden hétvégén mész valóban versenyre. Igen. Ezek meg több naposak, ugye? Igen, ilyen 3-4 napot csak szoktak lenni. Akkor nem sok időd van másra. Nem. Van benned olyan hiányérzet, hogy amíg azért valami mást is csinálnál, hogyha időd engedné? Vagy semmire úgy nem fáj a fogad most? Ez így teljesen kerek számodra. Igen, ez így teljesen jó szerintem. Akkor nincs így ilyen. Érzem magam jól a lovag közt. Nincs ilyen érzeted, hogy más nem tudsz csinálni, semmi másra nem bájtsz, csak a lovak. Igen. Jövő héten akkor verseny? Jövő héten fogok menni részbe, igen, az első kinti versenyre. Izgulsz még a versenyeken? Vagy már kinőtted? Amelyik ilyen nagyobb verseny, azokon még szoktam néha, vagy az ilyen csapatversenyekben, ugye, azokon szoktam még. Ki tud megnyugtatni, vagy mikor szoktál megnyugodni? Mikor már bemegyek a pályára, és megszólal a csengő, ugye, akkor már csak arra összpontosítok, hogy minden jól menjen, és ne roncsak valami, semmilyen hibát. Mennyire tudsz kifelé figyelni? Tehát csak a lovat figyeled, csak a akadályt, a következő feladatot, vagy azért már úgy veszed a kinti jelzéseket is? Nem, soha nem figyelek más, csak mindig arra összpontosítok, az akadályra és a lóra. És a lovacska ront? Mit csinálsz vele? Juti falcsit kap még azért a végén? Persze, szoktam mindig utalom falatot, és ha ront, hát mindig benne van a pakliba, hogy leüt egyet vagy kettőt, ugye? Akkor is úgy, hogy szeretem, és majd megyünk a következő versenyre, és megpróbáljuk. Jóba vagy a lovaiddal? Persze, minden lovammal. Nagyon szeretem őket. Aha. Akkor ők is gondolom akkor. Igen. Szeretnek lovaid versenyezni? Azt mondják, hogy vannak lovak, mint az embernél, és nem mindenki szeret versenyezni, és az nem fogja azt nyújtani, amit edzésen. Az én lovaim, hál' Istennek, ahogy mondtam, már elég tapasztaltak, és a versenyeken is jó szoktak szerepelni mindig. Szeretik a versenyeket a lovak? Szeretik, igen. Mert azt mondják, hogy észre lehet venni a lovon, hogy éppen, mert tudják, hogy hol vannak. Tudják, igen. Tudják. És akkor igyekeznek, gondolom, ők is jól szerepelni minél jobban. Igen. Linzbe izgulni fogsz? Hát, nem hiszem, hogy izgulni fog. Majd 3 lóval fogok indulni, ugye az ifjúsági kategóriába, és szeretnék minél jobb eredményt elérni. Melyik eredményt tartod eddig a legnagyobbnak, amit elértél, amire a legbüszkébb vagy? Ugye most voltam itt a Kaposváron a második helyezett, a magyar federális döntőn a felnőttbe, ugye ott a döntőben 6. helyezést értem el, középdöntőt megnyertem, és ezek. Akkor ez a mesterek tornája, ami most volt, akkor ez most a csúcs? Igen. Voltam már 3 Európa-bajnokságon, tavaly Wiener Neustadtban első nap 120 indulóból
második helyezést elértem. Na, szuper. Hát Péter, nagyon szépen köszönöm, hogy feljöttetek Sajó Szent Péterről, és erre voltalak most a lovaid mellől téged. Bízunk benne, hogy ez a jó kezdet, hogy kezdődött az év, akkor ez még jobb lesz is. A ifjúsági ERP bajnokságról, mit mondtál, aranyérmet hozol? Igen, azt szeretné. Így legyen. Dobogós passzió jönne. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én is köszönöm. További sportosat.